Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják, nézzük fontosabb híreinket röviden. Örök nyugalomra helyezték, gyászmisén búcsúztatták el Bindes Ferenc atyát. Sokaknak lelki teher az iskolakezdés, a gyerekek szorongásai azonban szakember segítségével könnyen leküzdhetők. És tradíciók újra hangolva, a hétvégén rendezik a hagyományos bánfalvi búcsút. A Szent György templom egykori plébánosát, Bindes Ferenc atyát kedden délután helyezték örök nyugalomra. A gyászmisén a rokonság mellett Bindes atya tisztelői vettek részt. A szertartást Veres András győri megyés püspök vezette. Az egyházmegye papsága érkezik a Szent György templom oltárához, ahol Bindes Ferenc hamvai pihentek. Az atyaföldi maradványait az altemplomban helyezték örök nyugalomra, s végakarata szerint a koszorúkra, virágokra szánt összeggel a papnevelés céljait támogatják. A sírbatétel számunkra nem csak a test temetése, hanem a feltámadás reményének növelése is. Add, hogy Ferenc paptestvérünk, akit most eltemetünk, békességben nyugodjék mindaddig, amíg majd életre kelted a feltámadás napján. Az altemplomban a gyászolók dr. Veres András megyés püspök vezetésével imádkoztak Bindes Ferenc lelki üdvéért. Az egykori plébánost 1958. június 15-én szentelték pappá. Ezután évtizedeken át közkedvelt alakja volt az egyházmegye vallási életének. Isten üzenetét először Lővő lakosságának közvetítette, ahol 1958 és 1959 között volt káplám. Aztán Sopronba, majd Győr-Szabadhegyre szólította a szolgálat. Plébánosként Rába Tamásiban, Mezőörsön, majd Ivánban vezette a híveket. 1989-től 1991-ig a Győri Papnevelő Intézet spirituálisa, majd 1991-től 2008-ig a soproni Szent György plébánia plébánosa volt. Nyugállományba 2008-ban vonult, de ezután is szolgált kisegítőként Pilis Csaba Klotédligeten. A nyugalmazott plébános életének 86. papi szolgálatának 62. évében augusztus 21-én hunyt el. Körömrágás, gyomor és fejfájás, szorongás, vagy csak nem akar iskolába menni a diák. Néhány tünet, ami arra utalhat, hogy a tanuló rosszul vészeli át az iskolakezdést. A szakember szerint a gyerekek könnyebben vehetik a krízis időszakot, ha szakszerű segítséget kapnak. Mosolygos arcok a 2019-2020-as tanév első tanítási napján. Azonban nem mindenkinek ilyen könnyű az iskolakezdés, sok gyerek küzd ilyenkor szorongásos tünetekkel. A legtöbben közülük elsősök, akik az óvodai szabad környezetből egy szabályokkal teli intézménybe kerülnek. Azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor eljutnak már az eszközös vizsgálatokig is a gyerekeknél, hogy kizárjanak mindenféle testi bajt, mire egyáltalán szóba kerül az, hogy pszichológushoz vagy pszichiáterhez forduljanak segítségért a szülők. Úgyhogy ez egy nagy gond szokott lenni. Például kiselsősnél a feladatszorongások azok, amik ilyenkor jönnek, hiszen egy teljesen szabad rendszerből, ami az óvodai rendszer, egy teljesen zárt szabályok közé szorított rendszerbe kerülnek ők be az első osztályba, és ebben a rendszerben mindenki azt várja tőlük, hogy azonnal jól funkcionáljanak. Ez fizikai képtelenség. Az ember úgy teremtődött, hogy a krízis helyzetek, a változásokhoz adaptációs időszak tartozik. Ez az adaptációs időszak azonban egyénileg változó. Vannak olyan gyerekek, akik egyik helyzetből a másikban nagyon szabadon, nagyon könnyen és nagy boldogsággal lépnek, de vannak olyan gyerekek, akiknek ez nagy megterhelést jelent. A szakember szerint mintegy 6 hét alatt lehet hozzászokni a változásokhoz. A gyerekeknél ennél több idő lehet, míg hozzászoknak az iskola rendszerhez. A felsőbéves diákoknak is szüksége van 1-2 hétre, míg belerázódnak az új tanévbe. A pszichiáterek szerint egyre több az olyan gyermek, akinek segítségre van szüksége az iskola kezdésben. A mai házi orvos kollégák egyre többször küldenek már hozzánk ilyen típusú problémával gyerekeket, és a szülők is egyre gyakrabban jelentkeznek, vagy ismerősök elmondása alapján, vagy pedagógus kérésére, mert ilyen is van, vagy a nevelési tanácsadó szakembereinek javaslatára jönnek és segítséget kérnek. És rá
kell jönniük, hogy ezekben az időszakokban még borzasztó hamar lehet az ilyen krízis helyzeteket megoldani. A gyerekek öngyógyító mechanizmusai jól működnek, ők nem betegek, csak van egy helyzet, amit nehezen tudnak megoldani önmaguk számára. Ebben, ha segítséget kapnak, és teret arra, hogy ez ne egy stresszként rakódjon az ő lelkükre, akkor nagyon hamar megoldják ezt a problémát, és tovább lépnek. A szakember azt javasolja, ha szorongásos tüneteket fedezünk fel gyermekünkön, kérjünk szakszerű segítséget, hiszen ez a probléma könnyen orvosolható. Már épül a 11. Inno Lignum a Novomatic arénában. A szervezők idén mintegy 70 kiállítót várnak a faipari és erdészeti szakvásárra és rendezvénysorozatra. Az Inno Lignum csütörtökön 10 órakor nyitja meg kapuit, és vasárnapig látogatható. Már állnak a standok az arénában. A kiállított munkagépek is felsorakoztak a Káposztás utcai stadion udvarán. Az utolsó simításokat végzik a szakemberek az Inno Lignum helyszínén. A munkálatok szombat óta tartanak, hogy minden tökéletes legyen a csütörtöki megnyitóra. Akkor zártuk le a területet, és akkor felépítjük elsősorban a sportcentrum, tehát az Novomatic Arena nagy termében az installációba felépítjük a standokat, illetve külső területen is építünk házakat, kijelöljük a standokat, és a kiállítók vasárnaptól fokozatosan hozzák a gépeiket, tréleren, kamionon, és akkor szépen berendezik a standokat. Holnap reggel 10 órakor nyit a vásár, arra reméljük, hogy minden a helyére kerül. Az Inno Lignum hazánk egyik legjelentősebb faipari szakvására és rendezvénysorozata. A program egyetlent az innovatív, kreatív, magas műszaki nívót bemutató technológiák és termékek, valamint a szakértelem együttes bemutatkozásával. Elmondhatom, hogy évről évre fejlődünk, ilyen nagy területen még soha nem volt a kiállítás, tehát majdnem 9000 négyzetméter a kiállítás teljes területe. Nagyon örülünk, hogy egyre népszerűbbek vagyunk, és a régi kiállítók is, akik visszatérnek, azok is egyre nagyobb területeket szeretnének igénybe venni. A kiállítás tematikája az hasonló, tehát egyrészt ugye a gépek legújabb technikánknak a bemutatója, és kísérő programok, ami elsősorban a fával kapcsolatos, azokról lehet különböző előadásokat, különböző konferenciákat tartani, melynek szakmai partnere természetesen a Soproni Egyetem, akik mindenben igyekeznek segíteni nekünk. A 11. Inno Lignum csütörtökön nyitja meg a kapuit, és egész hétvégén várják szakmai programok, bemutatók és egyéb érdekességek a Novomatic arénában a látogatókat. Segíteni kell, hogy Sopron is szerves része legyen a magyar gazdaságnak, mondta a pénzügyminiszter a városban tartott lakossági fórumon kedden. Varga Mihály kiemelte, a kormány mindent elkövet, hogy Sopron megkapja és kiépítse azt az infrastruktúrális hátteret, amellyel bekapcsolódhat abba az élénk gazdasági vérkeringésbe, amely most az országot jellemzi. A Modern Városok programnak a nyitó akkordja itt volt Sopronban, mondta Varga Mihály a lakossági fórumon. Akkor azért esett a választás Sopronra, mert évtizedekkel ezelőtt pont a határok miatt került hátrányba a város, majd pedig az egyre emelkedő adósság korlátozta a fejlődést, tette hozzá a pénzügyminiszter. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy 7 évvel ezelőtt döntött úgy a kormány, hogy sok más település mellett Sopron adósság állományát is átvállalja, hogy elinduljon a felzárkózás a nyugati határ mentén fekvő városban. A gazdaság teljesítő képességének köszönhetően a Modern Városok program pedig újabb lendületet adott Sopronnak. A Modern Városok program itt született meg, nyugodtan mondhatom, 2015-ben Orbán Viktor miniszterelnök itt írta alá polgármester úrral ezt a dokumentumot, és örülök annak, hogy az továbbra is első, hiszen a végrehajtás is ütemesen halad. Természetesen minden program, amikor kifejlődik, amikor kialakul, változhat, ez mindig a helyeken múlik, hogy mire van a legnagyobb igény, milyen sorrendet lehet felállítani ebbe. Örülök annak, hogy a gazdaságfejlesztésen túl azok a közösségi léthez szükséges beruházások is támogatást kaptak ezáltal, amelyek lehet, hogy állami támogatás hiányában nem valósultak volna meg. Varga Mihály a fórumon vázolta a magyar gazdaság helyzetét és a fejlődés érdekében tett kormányzati intézkedéseket. A pénzügyminiszter kitért azokra a világgazdasági folyamatokra is, amelyek érinthetik hazánkat. Szeptember 12-ig igényelhető az iskolákban a méhnyakrák elleni védőoltás azoknak a lányoknak, akik betöltötték a 12. életévüket, és az általános iskola 7. osztályába járnak, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ az MTI-vel.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévben is lehetőség van a hetedikes lányok önkéntes HPV elleni védőoltására az adott iskolában. Ehhez szülői nyilatkozat szükséges, amelyet szeptember 12-éig kell az iskolába visszajuttatni. Az oltási sorozat első részletét októberben, a második oltást 6 hónappal később, áprilisban kapják meg a lányok. Az iskolai kampányoltás során adott vakcina a méhnyakrák kialakulásáért felelős humán papilloma vírus 9 típusa által okozott betegség ellen nyújt védelmet. Tradíciók újra hangolva, ezzel a címmel rendezi meg Bánfalvi búcsúját a Bánfalváért Baráti Kör Egyesület. A hagyományőrző rendezvény a hétvégén várja a látogatókat. A programok már szombaton este megkezdődnek, azonban az igazi kavalkád vasárnap lesz. A Bánfalvi búcsú elmaradhatatlan programja a hagyományos felvonulás, amely minden évben nagyon népszerű, és idén sem maradhat el. A Bánfalvi búcsút minden évben megrendezi a Bánfalváért Baráti Kör Egyesület. Idén újra hangolták a tradíciókat, hiszen a szervezők szerint ezek a hagyományok ki kell, hogy egészüljenek a mai korra jellemző programokkal. Azok a helyi értékek, amelyek az építészetbe, a népszokásokba, a tradíciókban benne vannak, azokat nem szabad elfeledni, és így történt, hogy gondolkoztunk azon, hogy vajon ha a mi célkitűzésünk, hogy közösségteremtő, közösségkovácsolóak legyenek azok az események, amiért mi dolgozunk és amit szívesen szervezünk, akkor melyek azok az időpontok, melyek azok a formák, amelyek a múltból már egy kis reménységgel látnak el bennünket, hiszen ezek évszázadokon keresztül kipróbált közösség, néphagyomány teremtő és népi bánfalvát, így mondhatom, formáló események voltak. A búcsú keretében az evangélikusok és a katolikusok is együtt ünnepelhetnek. 1887. szeptember 11-én szentelték fel a bánfalvi evangélikus templomot, míg a katolikus gyülekezet a szeptember 8-ai kis boldogasszony ünnepét, valamint a szeptember 12-ei nagy boldogasszony ünnepét is megülhetik. Valóban a cél az a találkozás, a minőségi találkozás. Azt szokták mondani, hogy jók ezek a néphagyományok, de miért jók? Hát azért, mert egy közös szellemiséget, egy közös együttlétet tudnak teremteni, és erre nagy szükség van. Tehát a fenntarthatóság jegyében spórolhatunk a szénnel, az egyéb anyagokkal. Az időt kell mellé tenni ezekhez a kapcsolatteremtő programokhoz, saját magunkat. És én azt gondolom, hogyha a szépségét megőrizzük a múlt népszokásainak, nyugodtan mellé tehetjük a mai kor kihívásának megfelelő programokat. A bánfalvi búcsú idén is 2 napos lesz. A programok szombaton este kezdődnek, azonban az igazi felvonulás és kavalkád vasárnap lesz. A soproni tornasportban eltöltött 50 éve, valamint 75. születésnapja tiszteletére köszöntötték Farkas Péter Lupuszt egykori és jelenlegi tanítványai. Az edzőként és vezetőként is tevékenykedő szakembert meglepetéssel köszöntötte a soproni tornaklub. Fiatalabb és idősebb tanítványai is köszöntötték Farkas Pétert. A Lupusz becenévre hallgató szakember 1968-ban lett a soproni tornaklub elnöke. Edzőként több ismert és elismert sportolót nevelt. Gerendán és Talajon is többszörös magyar bajnok Zsirai Adrient, vagy éppen Köhidiné Fleck Szilviát is. Az egyesület jelenlegi vezetőedzője szerint ez remek alkalom volt arra, hogy az elmúlt évtizedek sportolói együtt köszönhessék mesterüket. Az volt a célunk, hogy összehozzuk az elmúlt 50 év tornász generációit, hiszen Lupusz tavaly kapta meg az aranydiplomáját, és 50 éve van a tornasportban, ezért azt gondoltuk, hogy egy jó kis találkozót szervezünk így, és nagyon nagy örömünkre nagyon sokan elfogadták a meghívásunkat, úgyhogy itt vagyunk és örültünk egymásnak, azt hiszem ennél nagyobb öröm nem is kell most senkinek. Az egyesület sportolói műsorral is köszöntötték a trénert és sportvezetőt. A meglepetés műsor az ünnepeltet is meghatotta. Ez egy óriási meglepetés. Nem is hiszem el, hogy
hogy egyáltalán megérdemlem ezt a nagy ünneplést. Minden szakosztályunk itt volt, ami azt jelenti, hogy a klubnak 200-300 versenyzője van, és azt hiszem Sopron egyik legeredményesebb és legnagyobb szakosztálya vagyunk. A szakember boldogan emlékszik vissza az elmúlt több mint 50 évre, amit jelentős sikerek is öveztek. A legnagyobb emlékem az, hogy miután én nem tudtam válogatott lenni, válogatott tornász neveltem, mindig az volt a célom, hogy nálam jobb tornászokat sikerüljön nevelni, és hát ez sikerült is. Császár Szabolcs, városi sportfelügyelő is elismerő szavakkal köszöntötte Farkas Pétert. Tudtuk, hogy a Lupus kezében a Soproni Tornaklub tökéletesen jó kezekben van. Fantasztikus edzői stábbal tud dolgozni, nagyon jó csapattal tud dolgozni, úgy látszik, hogy mindig is nagyon jó csapattal tudott dolgozni. A köszöntők és a meglepetés műsor után még folytatódott az ünneplés, így elismerve a tiszteletbeli elnök sok évtizedes munkáját. Most mutatjuk, milyen időjárás várható, majd Szerda este című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió szerdai híradóját látták, műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön kezdetben még sokfelé kisüt majd a nap, majd megnövekszik a felhőzet, azonban csapadék nem várható. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul majd.